Üdvözlök mindenkit! A ma esti Hackerspace Budapest kis előadásán, ahol a köznyelven szellemi javaknak nevezett értékekkel és az ezekkel való bánásról szeretnék egy pár, talán egy órát, egy másfél órát beszélni. Mert én azt látom, hogy erre újra szükség van, mert egyre kevesebben értik ezt a témát. Egy kis rövid bemutatkozás, én Stefán vagyok, én úgy kb. Lassan 18 éve szabad szoftverekkel foglalkozom, és az ebben kapcsolatos különböző értékekkel, és azokat meg is próbálom képviselni, és az elmúlt években többé-kevésbé aktívan részt is vettem, akár a szakpolitikai részében ezeknek a dolgoknak. Úgyhogy, bár nem vagyok jogász, szerintem kicsit sokkal többet foglalkoztam ezekkel a témákkal, mint egy átlag ember, vagy egy átlag szoftverfejlesztő. A dátum az ma van, és amit az elején mondtam, hogy a köznyelven szakmai, vagy szellemi javaknak hívjuk ezeket az értékeket, valójában ezek igazából monopóliumok, amiket az állam biztosít különböző szereplőknek, és az igazi célja eredetileg, tehát még amikor visszatekintünk arra, hogy amikor ezeket eredetileg meghozták ezeket a különböző, vagy megalkották ezeket a különböző monopóliumokat, azoknak az volt a célja, hogy ebből ösztönözzék az alkotást, ebből ösztönözzék a kutatást, illetve ösztönözzék a társadalmi javaknak a gyarapodását. Ez egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy ezek még mind ilyen prekapitalista időkből származnak ezek az értékek, ezek azóta egy kicsit torzultak, mondhatjuk. Ami nagyon fontos szintén, hogy amikor arról beszélnek a közben, hogy szellemi javak, akkor ez egy igen pongyol a megfogalmazás, és nagyon sok különböző dolgot kever össze, és ezt most én végig is szeretnék menni nagyon gyorsan, hogy mik ezek a különböző szellemi javak, amiket így összemosnak, és amiknek a céljai, a célkitűzései és a motivációs rendszerei között is szerintem jelentős különbségek vannak. Úgyhogy ezeket nem szabad összekeverni, és akkor itt valahogy ilyen kakukktojásnak nem tudom miért beleértem, hogy például a szabvány az egyáltalán nem ide tartozik, de a szabványokkal is vissza lehet élni, ezt majd egy későbbi pontban rá fogok erre mutatni. Igen. A másik, ami sok örömet okoz nekünk ezekben a témakörökben, az az, hogy főleg az internetnek hatására ugye a világ az kinyílt, és amikor valamit csinálunk, főleg mint szoftverfejlesztők, akkor ez általában nem egy lokális jellegű dolog, hanem ez általában azért valamilyen szinten nemzetközi dolog. Tehát a szoftvereinket nem csak magyarok használják, hanem máshol is a világban meglepő módon. És ebből aztán következhetnek mindenféle jogi, fennhatósági kérdések, vagy az egyik országban másképp vannak értelmezve különböző értékek, mint akár Magyarországon. Ez egyébként sok örömet okoz minden téren, de az Európai Unióban még kifejezetten még gátolja is egyébként az úgynevezett egységes piac kialakulását. Na, és akkor gyorsan végig is mennék ezeken az alapvető szellemi monopóliumokon, és a legelső és az egyik legigazából bénább ilyen szellemi monopólium, vagy hát igazából nem is monopólium ez még, ez az üzleti titok. Tehát ez igazából itt semmilyen monopóliumot nem biztosít számodra az állam, ez gyakorlatilag olyan belső üzleti folyamatokra vonatkozó adatok, meg ilyesmik, vagy gyártási folyamatokra vonatkozó dolgok vonatkoznak ide, amit a munkatársak valószínűleg megismernek, hogyha dolgoznak benne, de amikor mondjuk elhagyják az adott céget, akkor a konkurenciának ezt az ismeretet nem szabad átadni. Ez egy elég gyenge védelem, ezt a magyar törvények is elég gyengének ítélik meg, szerződéssel szokták ezt megalapozni, ugye az NDA sem más igazából, mint egy üzleti titoknak a szerződésbeli védelme, ez egy polgári törvény alapú védelem. A szankciói ilyenek, hogy kártérítés vagy eltiltása az adott folyamatnak a használatára, vagy az adott tudásnak a felhasználására. Ilyennel is lehet operálni, és szoktak is, ugye például egy ilyen nagyon híres példa a Coca-Colának a receptje. Az klasszikus példája az üzleti titoknak. A következő, ez már egy monopólium, ez a márkajegy, illetve a védjegy oltalom. Ez gyakorlatilag egy marketing
eszköz, ahol a piaci szereplők a védjegy alapján el tudja dönteni, hogy ki a gyártója, illetve hogy az a gyártó az milyen minőséget képvisel, és akkor emiatt, vagy amiatt, hogy ezt a védjegyet sokszor látták a tévében, ezért ezt a márkát fogják megvásárolni. Tehát ez gyakorlatilag egy kizárólag marketing eszköz a védjegy. Bizonyos szempontból felfogható fogyasztóvédelmi eszközként is, mert mondjuk egy jó hírnévnek a megőrzése az azért ér valamit egy üzletnek, tehát nem kizárólag marketing, de a kettő, tehát ez így azért összemosódik. A következő ilyen monopólium, ezek a földrajzi indikátorok, ezeket ismerjük, ilyen például a ugye, amit én hozok itt egy autós példát, a svéd autók, vagy a tokai bor, vagy valami ilyesmi, ami egy-egy földrajzi körhöz kapcsolódik. Ezt leginkább az európaiak szeretik nagyon, mert itt sok történelmi vidék van, és hagyományos finomságok, ugye olyan országokban, ahol mondjuk a történelem nem nyúlik vissza olyan messzire, ott ezek nem tudtak kialakulni. Amerika. és emiatt ott más ilyen módszerekhez folyamodnak az ilyen megvédéséhez. Az aktárban is ez volt például, tehát hogyha visszaemlékszünk a hamisítás elleni egy nemzetközi egyezménykor az Európai Unió például ezeket a földrajzi védő indikátorokat próbálta bevinni az aktának a szerződés az egyezmény szövegébe. Nyilván az egész egyezmény megbukott, úgyhogy a végén ennek nem volt sok hatása, de ez továbbra is célja az Európai Uniónak, hogy ezeket a földrajzi indikátorokat nemzetközileg is elismert védelemmel valahogy be tudja biztosítani. A következő az egy már hozzánk és a szakmánkhoz közelebb álló témakör, ez az adatbázisok és az adatoknak a köre. Tegnap este még ebbe a témakörbe konzultáltam a témához értő nemzetközi jogásszal, egy jó barátommal, és ő azt mondta, hogy ez egy olyan téma, hogy ettől maradjál távol, mert ez olyan zavaros, és ez csak lyukakról áll, és itt igazából visszaélések, meg ilyesmi, hogy mondtam neki, hogy ezt jókor mondod, mikor már ezért most már 5. éve Európa egyik legjobb azért parlamenti adatbázisa van, tehát így ezt mondhatod volna előbb is. Igazából az adatbázisoknál az a probléma, hogy maga az adatbázisban szereplő adatok, azok tények. A tényeket pedig nem lehet birtokolni. Ami kutyulja az összképet, az az, hogyha valaki összeállít egy adatbázist, ami nem teljes adatbázis, akkor egyfajta leválogatást végez, és az a leválogatás, ez egy kreatív művelet, ami már szerzői jogi védelem alá tartozik. Hogyha olyan adatbázist csinálsz, ami teljes körű, tehát hogy az összes tény benne van, tehát nincs benne leválogatás, akkor itt nem érvényes rá a szerzői jog. De ez az egész dolog annyira zavaros, hogy erre nem adnék mérget, vagy vennék, de inkább nem is adnék. Úgyhogy ez nagyon, nagyon zavaros. Hogyha mégis, egyébként ezt most vezették be egy olyan 2000-es évek tájéken az Európai Unióban, előtte mindenféle adatbázisra különböző szabályozások vonatkozták. Tehát, hogyha mit tudom, volt egy időjárási adatbázis, azt lehet teljesen másképp szabályozták, mint egy, mit tudom, egy foci rangsort, vagy valami ilyesmi. Ezt harmonizálták, úgymond. De hát jó nem sült ki belőle igazából, mert továbbra is nincsenek ezzel kapcsolatos tisztán és átlátható döntések és bírói gyakorlat, vagy ilyesmi, ami kialakult volna, ami ezt meg alátámasztaná. Van egy kísérlet, az Open Knowledge Foundation csinált egy adatbázis licenszet, ez az ODBL, az Open Database License. Ez egy olyan, szerintem talán egy 4-5 éves licenc, és a később majd bemutatásra kerülő GNU Public License mintájára szintén egy copyleft reciprokatív licencet alkottak. Erre majd visszatérek, hogy ez pontosan mit jelent a GPL-nél. Szóval ebben lehet dolgozni.
Lehet bizonyos esetekben lehet szerzőjogra is hivatkozni, de leginkább igazából nincs sok értelme a dolognak. Volt egy nagyon érdekes bírósági döntés Nagy-Britanniában pár évvel ezelőtt, ahol egy cég kioutsourcolta a belső, nem tudom, munka adatbázisait egy külső cégnek, aztán ilyen fizetési vitába kerevettek, és a külső cég nem akarta visszaadni az adatbázist. És az eredeti cég, amelyik outsourcolta az adatbázist, az arra hivatkozott, hogy ezek az ő adatai. És a bíró pedig úgy döntött, hogy ezeket az adatokat nem lehet birtokolni. Ami egy nagyon érdekes döntés szerintem, és hasonló zavaros döntéseket lehet még találni, hogyha ennek az ember utánolvas. Szerintem tehát a zavarossága miatt is egy rendkívül érdekes terület a szellemi monopóliumoknak. A következő talán egy kicsit kevésbé érdekes számunkra monopólium, ez a formatervezési mintavatalom. Ez a külső jegyeket vonatkozik. Tehát, hogyha iparilag előállítunk valamilyen terméket, és ennek a doboza ilyen különleges megjelenítést tartalmaz, nem márka jegyet vagy védjegyet, hanem valamilyen speciális kialakítása van, vagy ilyesmi, ami nem funkcionális, hanem díszjellegű, tehát nem funkcionális jellegű, akkor ezt a formatervezési mintavatalommal lehet megvédeni, ez egyébként relatív olcsó védelmi formája. Következő ez egy meglehetős hungarikum, bár van más ország is, ahol van, de nem sokan. Ez a használati minta, ami funkcionális mintákat véd meg, tehát mit tudom én, például talán egy nyomtatott áramkör az ide tartozik. Vagy például a 3D-s nyomtató tervek, például egy fogaskerék, ami a Thingiverse-en van, az például lehet, hogy ide számítana. És akkor jöjjenek az igazán érdekes témák, és előre bocsátom, hogy a következő, ez most egy kicsit nagyobb téma lesz, a következő téma ezután nyilván a szerzőjog lesz, mert leginkább ezek a két monopóliummal kell nekünk foglalkozni, szoftverfejlesztőként, de akár hardverfejlesztőként is, ahogy majd ezt meg fogjuk látni. A szabadalmak az egy elég régi institúció, már anno 1450-ben a velencei üvegesek kaptak olyan monopóliumot, hogy bizonyos dolgokat csak ők állíthattak elő, és az államhatalom ezt enforcolta, betartotta. Szabadalmak csak hasznos dolgokra vonatkoznak, hogyha ezt ilyen IT-s módon akarnám megfogalmazni, akkor a szabadalmak azok az objektumorientált szemlélettel az osztályokra vonatkoznak, vagy másképp az ötletekre, míg a szerzőjog az az implementációra, az instanciákra vonatkozik későbbiekben, majd ezt lehet, hogy látni fogjuk. Tehát, hogy a szabadalmak az minden esetben valamilyen absztrakt ötletet, gondolatot, hasznos dolgot fogalmaz meg. Itt az üzleti nincs áthúzva, pedig át kéne, hogy legyen. A technikai újításnak kell lennie, később ezt majd még megmutatom, hogy mi az, ami nem lehet. Üzleti újítás például nem lehet, legalábbis Európában határozottan nem, de egyébként Amerikában sem. Ami egy szabadalomnak még nagyon fontos, tehát több fontos feltétele van, az egyik az, hogy tartalmazzon valamilyen felfedezési, vagy nem tudom mi az inventív, azt hogy fordítanátok le. Tehát valamilyen újszerűség, így van, tehát egy újszerű megoldást kell tartalmaznia, illetve meg kell felelnie a nem kézenfekvőség feltételeinek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogyha adsz egy problémát valamilyen random fókuszcsoportnak, akkor nem ezt a megoldást fogják mind mondani. Vagy nem számottevően ezt fogják mondani. Ezeket a szabadalmakat általában úgy néz ki, hogy az ember bejelenti a szabadalmi hivatalnál, és ezek után van egy bizonyos időszak, amikor még be tudja jelenteni más országokban is, és a védelem az onnantól kezdve számít, amikor beadta az első szabadalmat. Tehát, hogyha például Magyarországon a szabadalmi hivatalba beadod a találmányodat, akkor még van kb. Azt hiszem 9 hónap vagy egy éved, hogy például más európai országokba is bejelentsd. Erre majd vissza fogok térni, hogy nem biztos, hogy erre szükség van, illetve hát sajnos igen, vagy meglátjuk.
És hogyha a szabadalmadat beadtad, mit jelent a szabadalom? A szabadalomnak ugye az eredeti célja az, hogy megvédje a feltalálót, illetve mondhatni, megtérítse a feltalálónak a feltaláláshoz beleölt erőforrásait, tehát költségeket visszahozza, és ennek cserébe egy olyan monopóliumot kap a feltaláló, hogy 20 éven keresztül csak ő hasznosíthatja az adott találmánynak az eredményeit. Viszont 20 év után ez a találmány bárki által felhasználhatóvá válik. Ez a 20 év, úgy gondolták, hogy ez elegendő arra az időre, hogy 20 év alatt visszajönnek a fejlesztési költségek. Ugye ez a mai világban nem biztos, hogy minden iparágban így van, tehát nem biztos, hogy egy találmányt tényleg ezért 20 éven keresztül hasznosítanak, lehet, hogy csak vannak olyan gyors iparágak, ahol akár csak 5 év alatt egy találmány már teljesen elavulttá válhat, tehát nem biztos, hogy egy ilyen 20 éves védelem sok mindent számít, de a másik, amit észre kell venni még a találmányoknál, vagyis a szabadalmaknál azt, hogy a bejelentés után, amikor a szabadalmi hivatal elfogadja a találmányodat, azonnal publikálja a találmányodat. Tehát a világ számára a 20 év alatt, amíg te a védelmet élvezed, akkor is már megismerhető a találmányodnak a működése. Nyilván ezért vannak specializált találmányi szabadalmi ügyvédek, akik úgy fogalmazzák meg a találmányadat, hogy ebből csak egy másik ügyvéd tudja kibogarászni, hogy ez pontosan mit jelent. Vannak ebben ugye klasszikus problémák, ugye, hogyha megnézzük például, hogy mi történt az elliptikus görbékkel a mi szakmánkban, ugye az gyakorlatilag pure matematika, és az amerikaiaknál ezt lehet szabadalmaztatni, ezt a részét sajnos. Elvileg nem, de gyakorlatilag mégis. Ott az történt, hogy az elliptikus görbék, amely egy kriptográfiai eljárás, azt szabadalmaztatták. És az alatt a 20 év alatt, amíg azt a szabadalmat birtokolta a cég, az alatt semmi nem történt a szabadalommal, senki nem használta fel. Mihelyett lejártak a szabadalmak, elkezdték felhasználni széles körben. És ebből gyakorlatilag a világot egy 20 évvel visszavetették, hogyha így nézzük. És ez azért elég szomorú szerintem társadalmi szempontból. Ez máshol is meg lehet találni, nyilván vannak más szabadalmak is. Egy szabadalom egyébként nem olcsó, tehát azt is mondhatjuk, hogy ez nem a kisembernek az eszköze. Hogyha csak Európába akarod beadni a szabadalmadat, most az új egységesített szabadalmi nem tudom, szervezet, intézet szerint, akkor ott a jelenlegi 28 tagországból, 26 tagország az része ennek, az olaszok és a spanyolok pereskednek ez az egész ellen, hála Istennek, de sajnos nyelvi alapon, tehát nekik az a problémájuk, hogy az egységes európai szabadalom az csak angol, német és francia nyelven kell beadni, és a spanyolok és az olaszok ezt nehezményezik, mert hogy ők ezt nagyon szeretnék, hogyha az ő nyelvükön is meg lehetne tenni, és ezért pereskednek, és ezért nincsenek benne. És ezért van az, hogyha be akarsz jelenteni egy szabadalmat, akkor, és Európára érvényeset, akkor ezt az UPC-nél kb. 6500-ba kerül, ebben benne van még az olasz és a spanyol szabadalomnak a költsége is. Tehát ez azért nem egy olcsó dolog, amit még figyelembe kell venni az, hogy a szabadalmak nem végig 20 évig szólnak, hogyha egyszer ezt kifizetted, hanem évente egy fenntartási díjat is kell fizetni. Tehát összességében, ezt most nem néztem utána, de utána lehet nézni, összességében egy szabadalomnak 20 év alatt a költsége, én azt gondolom, hogyha csak Európára nézzük, akkor ez egy olyan, szerintem legalább egy 20 ezer euróra biztos, hogy kijön. Hogyha ezt még Amerikába is be akarod védeni, akkor ez nyilván már szintén ott is azt hiszem egy olyan 2-3 ezer dollár körül kijönnek ezek. Következő, ugye Európában, ahogy említettem már a kezdő fóliámon is, óriási örömet okoz, hogy a különböző országoknak különböző törvényeik vannak. Ugye ez Európában különösen vicces, ugye, mert elvileg egységes piacunknak kéne lenni, de nincsen. Ezen a téren sincsen, mert mindenhol nemzeti szabadalmi hivatalok vannak. Ők aztán úgy értékelik, és van annyi kapacitásuk, vagy éppen nincsen, hogy valamit ki tudjanak szűrni, hogy ez hülyeség, vagy nem. Ugye említettem, hogy a szabadalmaknak vannak ilyen feltételei, hogy ne legyen
kézenfekvő, legyen benne újítás, vagy ilyesmi, és ezt nem minden alkalommal fedezik föl, főleg, hogyha nincs rá elég kapacitás, vagy nincs rá esetleg akár szellemi kapacitás, akár emberi kapacitás, ugye. És emiatt aztán nagyon sok van. Európában, ezt majd mindjárt bemutatom, eddig volt egy olyan, hogy European Patent Office, ez most átalakult, sajnos a Unified Patent direktíva miatt a Unified Patent Court-tá, ez egy ilyen Európát átfogó szabadalmi hivatal, aminek nagyon sajnálatos módon semmiféle kontrollszerve nincsen, se a parlament, se semmilyen más demokratikusan választott szervezet nem ellenőrzi ezt a hivatalt. Nem is vonatkoznak rá igazából, ha nagyon kevés korlát, úgyhogy rettenetes a félelem az iránt, hogy egy csomó szoftver szabadalmat átengedtek a korábban, vagy itt, hogyha ez az UPC elkezd működni, akkor lehet, hogy Európában is sötét idők elé nézünk, ilyen tudásilag, meg monopóliumilag. Ami még szomorú a szabadalmakban, hogy általában azért a visszaélés sokkal jobban szokták ezzel kapcsolatban mostanában. Tehát sokkal inkább vissza szoktak ezekkel élni. Ugye az egyik az is, ami miatt a szabványokat az előbb megemlítettem. Szabványoknál szokás azt, hogyha neked van egy szabadalmad, akkor az egész köré, tehát hogy a szabadalmat megpróbáld úgy eltusolni, hogy mondjuk ne találják meg még a szakmához értők sem. Erre vannak példák. És utána csinálsz az egész köré egy szabványt, és amikor már ez a szabvány szépen el van terjedve a világba, akkor mondod, nekem erre van egy szabadalmam, és mostantól mindenki fizessen rá licencdíjat. Ugye erre az egyik példa, ugye, ami miatt a, nem tudom, a JPEG, az MPEG, MPEG 4, ugye attól féltünk, hogy túl sokat pofázok. Tehát, hogy a H264-es videó szabványnál kiderült, hogy ott is vannak ilyen szabadalmak benne, és emiatt például akár szoftverfejlesztők, szabad szoftverfejlesztők ezt nem tudják leimplementálni, mert mondjuk van egy olyan licencdíja, ami azt mondja, hogy minden egyes letöltés után kell fizetni 10 centet, de ezt egy szabad szoftverfejlesztő nem tudja teljesíteni, mondjuk, hogyha egy MPR-re gondolunk, vagy ilyesmi. Emiatt aztán nem tudom, hogy ebben az esetben pont mi volt a megoldás, gondolom az, hogy royalty free license-eket raktak rá. Az a royalty free license az azt jelenti, hogy a licenzért nem kell fizetni, hogyha bizonyos feltételeknek, vagy jobb esetben semmilyen nem kell feltételeknek megfelelni, és ilyenkor nem kell fizetni. Ez akkor jó, hogyha például az Európai Unió fejlesztési programjaiban részt veszel, ott a felhasznált szabványokban a szabadalmakat szintén ilyen licenz alá kell helyezni. Ezt is meg lehet kerülni sajnos, ahogy mostanában megtanultam. Szóval ez a standard U-boat patent, tehát ez a szabványnak a tenger alattjáró szabadalma. A másik ugye ezek a patent trollok, ami nagyon szomorú jelenség a világban. Ezek azt csinálják, hogy felvásárolják a cégek által nem használt, vagy csődbe ment cégek, vagy egyéb ilyesmi szabadalmait, és utána ez egy ügyvédi csapat, és elkezd körbenézni, hogy hol van olyan, aki ezt a szabadalmat megsérti, és akkor beperlik, és arra játszanak, hogy inkább megegyeznek, mint hogy valaki ezt perre vigye, és hogyha megegyeznek, akkor kapnak pénzt, és ez egy gyönyörű üzleti modell, aminek központja Amerikában a Texas, a második körzeti bírósága egyébként, a déli körzeti bírósága azt hiszem, illetve azt hiszem Európában hát majd az UPC lesz, hogyha ez úgy néz ki. A másik, amivel a szabadalmakkal vissza lehet élni, hogy a szabadalmad lejárta előtt röviddel szabadalmaztatsz egy módosítását a saját szabadalmadnak, és akkor további 20 évre megkapod ugyanannak a szabadalmnak gyakorlatilag a monopóliumát, mielőtt, tehát itt kicsit gyorsnak kell lenni. Ezt leginkább egyébként a gyógyszeriparban szokták alkalmazni, ahol ugye azt a molekulát egy kicsit átalakítják és újra szabadalmaztatják a lejárta előtt. Ezek alapján egyébként nagyon érdekes, a Federal Reserve of St. Louis, tehát ez nem tudom, államkincstár, a St. Louis-i államkincstár, közgazdászai csináltak pár évvel ezelőtt egy ilyen játékelméleti és közgazdasági ilyen tanulmányt, írtak a szabadalmakról, és az ő
tehát ezek nem szoftverfejlesztők vagy ilyesmi, hanem közgazdászok és játékelméletisták, ők arra jutottak, hogy összességében a szabadalmak kártékonyak, tehát hogy nem ösztönzik az innovációt, nem, tehát, és nem is hasznosak a társadalom számára. Mit akartam még itt mondani? Azt hiszem, erről már eleget beszéltem. Következő, és akkor itt a kivételek, hogy mi az, amit nem lehet szabadalmaztatni, és az Európai Szabadalmi Konvenciónak az 52-es cikkeje. Felfedezéseket nem lehet szabadalmaztatni, tudományos elméleteket nem lehet szabadalmaztatni, és matematikai módszereket nem lehet szabadalmaztatni. Nem lehet szabadalmaztatni esztétikus alkotásokat, módszereket, törvényeket vagy szabályokat, vagy módszereket szellemi tevékenységekre, játékokat, illetve üzleti folyamatokat, illetve, és ez nagyon hangsúlyos itt a végén, számítógépes programokat, illetve információnak a megjelenítését. Ami itt nagyon fontos, hogyha nem tudom, akik hallottak már az AGDA nevű programozási nyelvről, ez igazából egy nagyon matematika közelű programozási nyelv, és hogyha visszaemlékszünk, amit mondtam itt az elején, hogy a szabadalmak azok ötleteket védenek, akkor láthatjuk azt, ugye itt az is van, hogy matematikai módszereket nem lehet szabadalmaztatni, én szerintem számomra igazából a kettő ekvivalens, mert amit le tudsz programozni AGDA-ba, az szinte pure matematika, az tisztán matematika, és innentől kezdve nem szabadalmaztatható. Nagyon extrém módon, hogyha ezt nagyon ki akarod hangsúlyozni, akkor azt lehet mondani, hogyha valaki akár szabadalmaztathatná az összeadás műveletet is, és innentől kezdve mindenkinek fizetnie kéne, hogyha egy építész egy hidat épít, és számol valamit, hogyha a bankban valaki számolja a pénzt, azért mind neked kéne ezért licencdíjat fizetni. Úgyhogy ez egy, szerintem ez egy jó dolog, hogy matematikai módszerek például nem lehet szabadalmaztatni. Ugyanígy a számítógépes programokat sem, amik egyébként ekvivalensek nagyjából. És akkor arra példa, hogy Európában az Európai Szabadalmi Hivatal milyen szabadalmakat adott, vagy engedett meg, és ez a 2006-os szoftver szabadalmi direktívának a plakátjáról van. Itt látható egy webshop, és itt a különböző pöttyökkel jelölve van, hogy mi az, ami mind szabadalmaztatva van ezen a webshopon. Ezt utána még megnézték, és ez sokkal több pöttyöt tartalmazhatna, mint ami ezen rajta van, de ez a plakát. A középső, ezt a részt érdemes elolvasni, Ladybugs are very useful insects, tehát a katicabogarak nagyon hasznos rovarok, mert megszabadulnak a parazitáktól. Sajnos a szoftver szabadalmi ügyvédek túl nagyok számukra, hogy azokkal is el tudjanak bánni. És akkor itt összeszedtem, tehát a következő négy szlájdban bemutatom a szabadalmakat, amiket Európában, és ezek szoftver szabadalmak. Tehát maga a webshop is már szabadalmaztatva van, ez a legelső szabadalom. Az, hogy megrendeljél valamit mobiltelefonon keresztül szabadalmaztatva van, a shopping cart szabadalmaztatva van, az, hogy link van egy képnek a preview-jára, egy thumbnail-re, és így tovább. Az, hogy egy kulcsot kapjál SMS-en keresztül, tehát ugye a two-factor authentication, az is vicces. Video streaming, az, hogy valamit csak egy számítógépen tudja lejátszani, tehát ilyen másolásvédelem, ez is szabadalmaztatva van. Az, hogy hitelkártyával interneten keresztül fizessél, az is szabadalmaztatva van, és így tovább. Tehát így, hogyha ezek után mind licencdíjat kéne fizetni, akkor most sincs sok európai webshop, de hogyha ez így lenne, akkor sokkal-sokkal kevesebb lenne. Tehát ez így az egységes piacot, a kereskedelmet és a gazdaságot szerintem így, ahogy van, nagy mértékben mai napig megbénítanák ezek az ilyen és hasonló szabadalmak, amik átmentek. Még van ez az utolsó szlájdom a 20 szabadalomról. Átérnék akkor a szerzői jogra.
És akkor itt ez lesz a legnagyobb rész nyilván, mivel itt már a szoftveres licencekről is lesz szó, és akkor itt vissza tudunk kanyarodni azokhoz a témákhoz, amik korábban is megemlítésre kerültek. Ugye az adatbázisoknál is van, úgy tűnik, van arra lehetőség, hogy szerzőjogra hivatkozzanak a szerzők, akik az adatbázist gondozzák, vagy készítik, vagy ilyesmi. A szabadalmaknál is van félreértés, ugye van, aki a szoftverét akarja megvédeni, van, aki a mögötte lévő ötletet akarja megvédeni. Úgyhogy a szerzőjog szintén egy ilyen prekapitalista intézményrendszer. 1710-ben a briteknél annak királynőnek volt egy ilyen statútuma, ami a szerzők számára biztosított jogokat a kiadókkal szemben. Mert ezzel akarta ösztönözni a szerzőknek, a további munkáknak az elkészítését. Ez az ösztönzés az úgy nézett ki, hogy aki elkészítette a saját művét, az 14 évig, regisztráció után 14 évig a kizárólagos monopóliumot kapott a saját munkájának a hasznosítására. Ez azt jelenti, hogy ő tudja terjeszteni, másolni, eladni ezeket az értékeit, vagy a készítés, vagy az alkotásait. Ő az egyetlen, aki jogosult az alkotásait tovább dolgozni, átdolgozni valami más formában, és egyedül az ő joga eldöntön, hogy valaki másra ruházza ezek a jogokat. Ami érdekes, hogy ezekről a jogokról viszont nem tud lemondani. Tehát ezek mindig megilletik, de át tudja, tehát bizonyos dolgokat át lehet engedni más szereplőknek. Mint ahogy említettem a szabadalmaknál, ez ebben az esetben az ötletnek az implementációját védi, tehát egy könyv, ahogy le van írva, de hogyha valaki ugyanezt a sztorit leírja a saját szavaival, akkor az nem szerzői jogi védelem alá esik. Mert ugye az ötlet nincs védve, azt szabadalmaztatni kéne, de azt meg nem lehet. Hála Istennek. Ez csak az implementációt védi, tehát ami le van írva. Ez ebben az esetben, akár a mi esetünkben, hogyha szoftverről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy az a kód, amit írunk, az van védve. Maga az algoritmus, vagy az ötlet, vagy ami az egészet implementálja, az bárki más újra implementálhatja, és a szerző joggal nem lehet ez ellen fellépni. Szóval egy nagyon, még egyszer ezt, igen, tehát hogy a legfontosabb, ezek az amerikai szerzőjogból, vagyis az angol száz szerzőjogból, amerikai, az angol száz szerzőjogból származó intézmények, vagy jogok, ez az, hogy te tudod reprodukálni, te tudod eladni, és te tudod újrahasznosítani. Végülis ez ilyen röviden tömören összefoglalva, ez biztosítja az angol száz szerzőjog. Van ennek egy másik variációja, a nem angol száz, ugye kik szoktak ezek lenni, a franciák, és őnek ezt droit d'auteur-nek hívják, és ők inkább ilyen morális jogokra hegyezték ki magukat, tehát ezek a morális jogok az, hogy a szerzőnek a neve azt nem lehet megmásítani, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt valaki más írta, tehát ez az attribúciós jog, hogyha úgy nézzük, és egyéb ilyen méltósághoz fűződő jogok. Tehát amikor Magyarországon a szerzőjog vagy a jogról beszélünk ilyenek és politikusokról, akkor általában a francia szerzőjog, ami előtérbe szokott kerülni, mert ott a saját inkább ilyen személyes, emberi jogokra való hivatkozás, mint ezekre a újrahasznosító jogokra vonatkoznak ezek. Ami érdekes, hogy azért az amerikai, vagyis a britek nem ők találták ki ezt az egészet, ami nagyon érdekes volt, pár évvel ezelőtt tartottunk egy workshopot a szerzőjogról az ex-kommunista országokban, és ott az egyik előadó például hozott egy példát, ahol egy lengyel költő a költeményét egy szó szerint, majdhogy nem, egy Creative Commons-os licenc alatt, de még latinul 600 évvel ezelőtt
hozta nyilvánosságra. Ott volt a vers, és alatta ott volt, hogy ezt a verset bárki felhasználhatja, idézheti, eladhatja, átköltheti és felhasználhatja, vagy ilyesmi. Gyönyörű. Én ezt nagyon, nagyon jónak tartom, hogy a lengyelek így. Az egész szerzőjogot egyébként, ahogy említettem már korábban, a nyomdogépnek a felfedezése hozta magával, ugye onnantól kezdve a szerzők sokkal több helyre el tudtak jutni, megjelent egy új szereplő a piacon, ezek a kiadók, akik kiadták a könyveket, és ezt a piacot próbálta 1710-ben a Anna statutuma szabályozni. Amit érdekes még megemlítésre, az az, hogy az eredeti szerzőjogban ez úgy nézett ki, hogy neked regisztrálnod kellett a munkádat, ugyanúgy, mint a szabadalmadat is, nem automatikus a védelem, csak akkor, hogyha ezt kéred, és a regisztráció abban is járt, hogy ezt a könyvtárban be kellett adni. Tehát ezt az amerikai jogrendszer azt hiszem olyan 70-es években szüntette meg azt a regisztrációs kötelességet, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert nem automatikusan illet meg senkit a szerzőjogi védelem, hanem csak akkor, hogyha a munkája a nagy állami közkönyvtárban is megtalálható regisztrált szerzőjogi bejegyzés mellett. Egyébként nem, nincs semmiféle védelem. És az, hogy valamit regisztrálni kell, az szerintem már is nagyon szépen összeszűkíti a piacot, és egy nagy részét a piacnak szabad hagyja. A szomorú a szerzőjogban az az, hogy de a németeknél az 1800-as, 1900-as években, 1800-as években elnézést, nem volt szerzői jog. Ennek ellenére például Bertolt Brecht és hasonló írótársai nagyon aktívan, és Goethe és az összes többi ilyesmi, mondjuk egy kicsit korábban volt, de tehát nagyon aktív irodalmi élet folyt, anélkül, hogy lett volna bármiféle szerzői jog vagy piaci szabályozása ennek a körnek. És Németország azt nagyon későn vezették be, ami jó példa arra, hogy lehet, hogy a szerzőjog nem biztos, hogy tényleg teljesíti ezt alkotás ösztönző célját. Sajnos aztán jött a kapitalizmus, és jöttek mindenféle nemzetközi egyezmények, az első ilyen ez a Berni egyezmény, az elég sokáig, azt hiszem valami, ez most már 100 éves, vagy lehet, hogy több. Elég sokan beléptek, aztán a második világháború után a világ egy kicsit ketté szakadt, és volt a nyugati világnak voltak ilyen kereskedelmi egyezménye, és volt a szocialista, kommunista világnak mindenféle ilyen egyezménye, ezek nem voltak teljesen kompatibilisek, de a World Trade Organization, tehát a világkereskedelmi szervezetnek a a munkásság révén létrejött a TRIPS egyezmény, ami ezt a nyugati világ számára szabályozta, és kötelezővé tette mindenki számára ennek az elfogadását, aki a világkereskedelmi szervezetnek a részévé akar válni. És mivel ez gyakorlatilag most már világszerte így van, ezért ennek a két egyezménynek mindenki a része. Ez nyilván vannak kivételek, egyébként érdekes kivételek, ezeket majd kikeresem a legközelebb. És utána még így 2002-ben volt a World Intellectual Property Organization, tehát ilyen nemzetközi szellemi javak szervezet, nem tudom ennek a hivatalos nevét, ők még egy szerzőjogi egyezményt is hoztak, ami azt leginkább a zene és a moziiparnak az érdekeit kitolt a világ országaira. Itt a másik, ami a szerzőjoghoz az elmúlt években, évtizedekben megfigyeltő volt, az, hogy az eredeti védelem, ami 14 évre szólt, és meg lehetett hosszabbítani további 14 évre, hogyha az ember még egyszer regisztrálta magát, az elmúlt mondjuk úgy 50-60 évben ez jelentősen megnövekedett. Tehát leginkább az Amerikai Egyesült Államokban az iparnak az érdeke az volt, hogy főleg Hollywoodnak és a zeneiparnak, hogy az ő munkásságaival, vagy az ő általuk licenzett zenék és alkotásoknak a árusításával minél tovább és minél több profitot tudjanak szerezni, és ezért ezt a védelmet minél tovább ki akarták húzni. Az egyik ilyen klasszikus példa az Walt Disney volt, aki meghalt, ugye? És a védelem a halála után már
kezdett lejárni, és ezért a törvényt meg kellett változtatni, hogy a szerzői jog az a szerző halála után n évvel tovább tartson, hogy ezzel a Walt Disney cégnek további profitja legyen és védelme legyen Walt Disneynek a munkássága fölött. A másik ilyen, a Sonny Bono, ez a Cher-nek a korábbi férje volt, akinek szintén nagy ilyen zenei munkássága volt, és az ő örökösei nagyon sok pénzt költöttek arra, hogy a halála után még sokkal tovább védve legyenek a szerzői jogai az apukájuknak, hogy ebből még tovább pénzt hozzanak, és akkor végül is azt hiszem ott tartunk most, hogy Amerikában olyan 90-95 év meg kell nézni, de valamilyen nagyságrendben van a szerző halála utáni védelem. Tehát a szerző jogi védelem az a szerző halála után ér csak véget, ez országtól függő. Európában azt hiszem ez most 75 év, mert azt sem sikerült megakadályoznunk, hogy 50-ről felemeljék pár évvel ezelőtt, azt hiszem 75 évre. Ezek ilyen nagyjáboli értékek. Biztos, hogy ha ezt jogász nézi, vagy ilyesmi haló, akkor így fogja a fejét. De utána lehet ennek nézni. Úgyhogy ez így a különböző leginkább amerikai érdekeknek köszönhetően sajnos a szerzőjogot erősen kitolták az elmúlt 50 évben. Szerencsére vannak kivételek a szerzőjog alól, tehát hogyha ilyen szólásszabadság alá tartozó érveléssel lehet bizonyos esetben ez alól kitörni. A szatíra szintén egy olyan, minden esetben lehetőség van idézni művekből, de nem szabad, hogy számottevő legyen az idézet. Az, hogy mi a számottevő, ez nyilván megint annak a kérdés, hogy a bírót mennyire lehet lefizetni. Vannak olyan szempontok, ami például verseny szempontok, tehát trust ellenes, tehát amikor egy szerzői jogi monopólium olyan monopóliumot biztosít, hogy ebből piac torzulást érsz el, akkor lehet azt mondani, hogy itt a szerzői jog már nem véd téged. A fair use ugye ez ugyancsak az idézés. A first sale jog az azt jelenti, hogy a szerzői jogi védelem bizonyos pontjai, leginkább az újra eladásra vonatkozó, az kimerül az első eladásnál. Tehát amikor a művész eladja a munkáját, utána a vevő ezt a dolgot újra el tudja adni, ezt már nem tudja korlátozni a szerzői jog. Ugyanígy például a backupokra, a mentésekre vonatkozik egy ilyen kivétel, amit nem írtam fel ebbe a listába. Bizonyos szempontból magás felhasználásra ugye a zenéket is lehet most már másolni, mert ugye fizetjük ért a másolás díjat a különböző hordozóeszközeinkre. Vannak kivételek a vakok számára, ez nagyon fontos, tehát hogyha egyszer megnézitek, nagyon kevés olyan munka van, ami elérhető a vakok számára olvasni, tehát a braille írással valamit leírni, az nem egy gazdaságos dolog. Úgyhogy itt azt a kevés, ami van, azt mind lehetővé kell tenni, hogy a vakok egymás között azt meg tudják osztani valamilyen módon. Ugyanígy a kivételt a nyilvános könyvtárok is képeznek, tehát ők is ugye bizonyos szempontból másolhatnak részleteket, vagy ilyesmi. Ami kivétel még nagyon sok országban azok a törvények, illetve a törvény alkotási dokumentumok. Magyarországon is így van, de ez nyilván azoknak az érdekeit sértélni, akik a törvényeket hozzák és írják, meg ilyesmi. Ezért aztán ott a jogtár, meg ahogy hívták ezt a magyar céget, aki a törvényeket publikálta. De hát ők egy szerzői jogot raktak még rá. Tehát pedig elvileg nem lehetne, de volt rajta valami kreatív transformáció, ami miatt mégis ilyen bizonytalan helyzetbe került, de elvileg, tehát az nem lehet, hogy a törvényeket nem tudod olvasni, vagy ilyesmi, mert csak tudom a jogtárból tudod elolvasni. Ami még érdekes, és ez a következő szlájdom, és az megint nagyon vonatkozik ránk, az a API copyrightok, vagyis szerzőjogok. Legalábbis Amerikában, Európában annyira nem volt erre példa a jogrendben. A header fájlokat, tehát hogyha C nyelven a .h fájlokra gondolsz, azok nagy részben nem szabadalmazhatatóak, legalábbis az a része, ami mondjuk a tényeket dokumentál, tehát hogyan tudsz egy interfésszel
vagyis egy API-val interfészelni, ez egy tények dokumentáció. Ugyanúgy, mint ahogy az adatbázisokban sem lehet tényeket monopolizálni, itt sem lehet ezeket a tényeket monopolizálni elvileg. Ez az értelmezés a dolognak. Nyilván, hogyha a header file-ben van mindenféle olyan dolog, ami ettől függetlenül, az már lehet, hogy szerzőjog alá vonatkozik. De hogyha megnézzünk például egy CPU-nak a hardware regisztereinek a header fáját, hogy ez a hardware regiszter ezen a memória címen van, akkor ez egy tény, és ezt nagyon másképp nem tudja leírni az ember, mint úgy. Tehát így azon maximum át tud írni a szimbólum nevét. De az pedig, hogyha átírsz egy szimbólum nevét, az sem egy általában egy kreatív folyamat, főleg, hogyha szeddel dolgozol, vagy ilyesmi. Ugye volt a minap egy írás az interneten, ahol az állítás volt, hogyha valaki fog egy forrásfájlt, és minden változót átír valami másik változó névre, akkor erre már más, tehát akkor már ő a szerző, vagy valami ilyesmi. Ez teljesen hülyeség, ez nem egy kreatív transformáció, és a szerzőjognak a kreativitás az fontos feltétele. Anélkül ez nem működik. Tehát, hogyha valaki fog egy search and replace-t, az nem egy kreatív művelet. És emiatt az ilyen módosítások, meg átírások, ezek nem minősülnek új szerző. Tehát főleg, hogyha a szándékot is lehet bizonyítani, az csak azért csináltad, hogy ne hasonlítson az előzőre. És ebből azt akarják ösztönözni, hogy tudjál interfészelni a saját szoftvereddel másnak a szoftveréhez, hogyha ott van a header file. Ez egyébként ezen elgondolkoztam, én azt gondolom, hogy még Python vagy egyéb script nyelvekre is vonatkozik, ahol tényleg API-t használsz és a funkcionalitásokat hívsz fel. Ott maga az API az nem valószínűleg vitatható a szerzőjogi védelme. És akkor már kicsit áttérnék a szabad szoftverekre. Tehát a Szabad Szoftver Alapítvány és Richard M. Stallman szerint négy alapvető joga van a szoftverek felhasználóinak, és ezeket ő meg akarja őrizni, és ez az ő célja, és ezért ő ezt a négy alap jogot fogalmazta meg. A szabadsága annak, hogy futtassad a programot bármilyen célból, a szabadságát az annak, hogy tanulmányozd a programot bármilyen célnak, és módosítsad a célnak megfelelően, a szabadsága annak, hogy a szoftvert továbbat és terjeszed, és a utolsó szabadság, hogy fejleszted és továbbfejleszted a programot, és ezeket a továbbfejlesztésekkel a közösséget is gyarapítsad. Ezek szerintem nagyon szép és nemes célkitűzések, és ez egyébként, hogyha így megnézzük, ezek etikai, akár már mondhatni vallási, bibliai értékekkel is lehetne párhuzamot vonni. Ez sajnos nyilván az iparnak nagyon nem tetszett, úgyhogy ők inkább egy ideológia helyett egy metodológiát csináltak, és ezt hívják open source-nak. Hogyha megnézzük az Open Source Initiative, ők így fogalmazzák meg, amit Richard Stallman négy pontban tudott megfogalmazni, az Open Source Initiative-nek 10 pontra van szüksége, és ha megfigyeljük, akkor ez a 10 pont, ez azt a spárgát valósítja meg, hogy elkerüli az összes etikai felhangját annak a négy szabálynak, amit az előbb láttunk az előző szlájdon, és itt semmiféle etikáról nincs szó, ez valójában egy módszertan, és semmi, itt nem szól arról, hogy segítsük a szomszédunkat, hogy jobb legyen a közösségnek, vagy hogy magunk tanulmányozunk valamit, vagy ilyesmi. Ez ebből a 10 pontból teljes egészében hiányzik, és ezért szokás ilyen öregebbeknél szólni, hogy, tehát az öregebbek szólnak, hogyha valaki open source mond, hogy az nem ugyanaz, mint a szabad szoftver, és ilyenkor ki szokták javítani, ez emiatt van, mert jelentős a különbség a két fogalom között. Szabad licenzek. Először volt egy érdekes szabad licenz, ezek az akadémiai licenzeknek is nevezett kaliforniai egyetemek, illetve hát a Berkeley, a Massachusetts, az mondjuk nem Kalifornia. Tehát a különböző amerikai egyetemeknek a munkái, ők anno ezt nem
profitból csinálták, amit csináltak, ugye kutattak dolgokat, meg ilyesmi, és ezt valahogy ki akarták dobni a kutatóközönségnek, mert annó ugye a számítógépek, meg az internet, az leginkább egyetemi környezetben volt, és ezért a többi egyetemi kutatónak ezt rendelkezésre akarták biztosítani a munkáikat, és ezért ők létrehoztak egy úgynevezett ilyen akadémiai licenc, és hogyha itt elolvassuk angolul, a licenc licenc által védett szoftver a szabadon módosítható, eladható, terjeszthető, újra licenzelhető, más szoftverrel módosítható, hogy néha vannak olyan licenzek, amik ezt meggátolják, de a magak az akadémiai licenzek ezt nem teszik. És itt felhívnám a figyelmet arra, hogy az akadémiai licenzeket egyébként még permisszív, vagy megengedő licenzek is szokták nevezni. Ez azért van, mert megengedi az újra licenzelést. Ezt majd egy későbbi fólián el fogom mondani. De ez egy nagyon fontos feltétele, hogy itt újra lehet licenzelni a dolgokat, és ezért hívjuk permisszívnek. Itt hoznék egy példát az egyik klasszikus akadémiai licenzre, ez a BSD licenz. Ki lesz nagyítva minden pontba külön-külön, itt csak a struktúrát szeretném mutatni. Ha megnézzük itt, egy pillanatra fölállok, hogyha itt megnézzük itt fönt, itt látható egy ilyen, a maga a szerzőjogi, hogy szerzőjogot formálok rá, utána vannak az engedélyek, tehát hogy mit jogosítunk föl, itt vannak a feltételek, és itt van az úgynevezett disclaimer, ezt most így külön-külön is megmutatnám, tehát hogy egyrészt ugye ez maga a kijelentés, hogy szerzőjogra igényt tartok, és ez így néz ki, amerikai jog szerint az All Rights Reserved-et oda kellett írni, ez Európában nem szükséges, de az év, amit odaírsz, az az év, amikor alkottad. Tehát így lehet látni, láttam GitHubon olyat, aki 3 éve nem nyúlt hozzá a szoftveréhez, csak minden január 1-én átírta a szerzőjogot, hogy abban az év, az az évszám is szerepeljen ott. Na most az egy hülyeség, mert abban az évben semmiféle kreatív transformációt vagy alkotó munkát nem végzett az ember, ezért csak simán január 1-én beírni az új évszámot, annak jogilag egy teljes nonsens. Egyszerűen. Lehet ilyet látni, rá is lehet keresni egyébként. A következő rész a licenznek, ez a, hogy mit enged meg, mire jogosítja fel a szerző a felhasználót, és ez nagyjából összhangban van azzal, amit a szabad szoftverek alapszabályai, vagy a open source metodológia előír. Utána jönnek a feltételek, ez egy érdekes pontja a licenzeknek, legalábbis a BSD licenznek. A BSD licenznek van 2 változata, van a 3 pontos és a 2 pontos változat. Itt a 3 pontos változatot mutatom, hogy gondolatban el tudjátok venni magatoktól ezt az utolsó pontot. Ez az utolsó pont, ez az advertisement clause, ez megtiltja a felhasználónak, hogy reklámozza a terméket ezzel a szoftverrel. Tehát, hogyha én mondjuk a Microsoft vagyok, és a MIT-nek a TCP/IP stackjét belerakom a Windowsba, akkor nem mondhatom, hogy ebben MIT cuccok vannak, mert ezt megtiltja ez az advertising clause. Tehát a Microsoft felhasználhatja azt a stacket, de nem írhatja, hogy milyen király ez a szoftver benne. Ezt el szokták hagyni, mert ez egy olyan limitáció, ami a open source követelményeknek nem tesz meg, nem felel meg. És ezért általában a 2 klauzulás BSD licenzet szokták használni manapság. Tehát már nem nagyon lehet találkozni 3 klauzulásra elvileg. Hova kattintok itt? Ez az utolsó rész, ez pedig a felelősségnek a távoltartása, mind a jogi, mind egyéb felelősség. Itt azt mondják, hogy ha ez működik, akkor mázlista vagy, ha nem, akkor menjél máshova. Gyakorlatilag, tehát ebben megpróbálják akadályozni, hogy bármiféle jogi következménye legyen annak, hogy a szoftvered valamilyen hibát követel, vagy valami egyéb ilyesmi. És akkor a következő, másik nagy innováció a szerzőjogban, az akadémiai licenzek mellett, ez a
úgynevezett copyleft, vagy ahogy a Szabad Szoftver Alapítvány hívja, ez a reciprocal vagy reciprocatív licenzek. Én a copyleftet jobban szeretem, ez leszignek a fogalma. Ezek hasonlóak, mint az akadémiai licenzekhez. Az egyetlen kivétel az az, hogy ugye az etikai négy jogot próbálja biztosítani ez a licenz az összes többi későbbi felhasználó számára is. Tehát ez azt jelenti, hogyha van az A fejlesztő, és ezt egy copyleft licenz alatt teszi elérhetővé, akkor a B fejlesztő, hogyha ezt akadémiai licenz, akkor átírja a kódot, és mondjuk, mint a Microsoft, berakja a Windows-ába, és eladja a Windows-át, és senkit nem érdekel. Az az ő Windows-os saját licenze. Viszont, hogyha ugyanez egy copyleft licenzzel kerül nyilvánosságra az A fejlesztőtől, akkor B fejlesztő nem licenzelheti újra a terméket. Tehát ez azt jelenti, hogy a továbbra is ugyanilyen copyleft licenzzel kell elérhetővé tenni a szoftvert. Ezzel biztosítják azt, hogy senki nem zárja be a munkát, és mindenki számára elérhetővé marad az összes fejlesztés. Ez egy kicsit, itt van egy kis félreértés szerintem sokak fejében, amit meg kell említeni, hogy a forráskódot csak akkor kell nyilvánosságra hozni, meg a fejlesztéseidet, amikor valamilyen felhasználónak ezt rendelkezésre bocsátod, és abban az esetben is csak annak a felhasználónak kell rendelkezésedre bocsátani. Tehát ez nem azt van, nem a szabad szoftvert, a copyleft licenzek nem köteleznek senkit arra, hogyha én letöltök valamit, és azt módosítom, hogy ezt nekem azonnal nyilvánosságra kell hoznom. Nem, egyáltalán nem. Ezt akkor kell nyilvánosságra hoznom, és akkor is csak annak számára, akinek a binárist, akinek a kódot odaadom. Tehát lehet szabad szoftverrel simán dolgozni és pénzt kérni érte, hogyha a partnered, akinek mondjuk eladod a szoftvert, ő azt mondja, jó, én kérem a forráskódot, és nem fogom én sem nyilvánosságra hozni, mert én vagyok az egyetlen felhasználója. Tehát a licenznek megfelelt mindkét szereplő, keresett is rajta pénzt, és a kód sem került széles nyilvánosságra, hanem csak a felhasználó és mondjuk a szerző között került megosztásra. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezt lehet akár, mondjuk szerződésben nem lehet korlátozni. Tehát azt nem csináld, mert ez egy újra licenzelése lenne a dolognak, tehát nem mondhatod, hogy itt a copyleftes kód, de mellette itt a szerződés, a kódot nem hozhatod nyilvánosságra. Tehát ez az a felhasználó belátására kell, hogy legyen bízva. Tehát ezt nem lehet későbbiekben semmilyen módon tovább korlátozni. Ez a nagy különbség az akadémia és a copyleft licenzek között, hogy igazából, hogyha ezt ilyen emberi szempontból nézzük, vagy ilyen szabadság szempontból, az akadémiai licenzek totális szabadságot biztosítanak a felhasználó számára, míg a copyleft licenzek garantálják a kód szabadságát. Tehát a kódot a copyleft esetében mindig szabadon kell tartani, ami a felhasználó rovására megy, tehát ott a felhasználó szabadságát korlátozzuk. Tehát ez egy ilyen, úgy tűnik, hogy erre még nem volt megoldás, vagy nem találtunk megoldást, ez egy ilyen libikóka, hogy mit akarunk? A felhasználó szabadságát maximalizálni, vagy a szoftverét? Én azt mondom, hogy a szoftverét, mert a szoftver az általában sokkal kevésbé gonosz, mint a felhasználók. Megönző. A legnagyobb példája a copyleft licenzeknek, ugye az a GNU General Public License. Ennek a gyökerei a 80-as években nyúlnak vissza, amikor Richard Stallman kapott valami nyomtató drivert, és nem volt hozzá a forrása, és nem tudta benne kijavítani a bugot, és akkor felhúzta magát, és akkor ezt az egész dolgot kitalálta, hála Istennek. Ahogy az első pont is írja, ez is egy copyleft licenz. A második pont, azt már igazából említettem, tehát hogy a szabad szoftverek licenzei nem korlátoznak abban, hogy a szoftvert elad. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt általában félre szokták érteni, el lehet adni szabad szoftvert, vagy akár szolgáltatásokat. A utolsó részben lesznek business modellek, úgyhogy majd aki meg akarja kérdezni, de hát mi a business modell, annak majd lesz válaszom.
A GPL az egy ilyen, még mondjuk így a 80-as, 90-es évekből származik, ahol bináris dolgokat írkáltak, tehát ilyen mondjuk Fortran-ba, meg C-be, és ilyen compilerek voltak, és ott a linkelés az egy nagyon fontos lépés volt. Igazából az alap licenz, a GPL licenz az azt mondja, hogy hogyha linkelsz valamilyen libet, valamilyen könyvtárat, akkor annak is ugyanilyen licenznek kell lennie. Hogyha ez nem így van, akkor vagy nem teheted meg, vagy mondjuk, hogyha akadémiai licenz a másik szoftver, akkor megteheted, mert az akadémiai licenz ugye azt újra licenzelheted gyakorlatilag, tehát felhasználhatod. Ezt majd később meg fogjuk látni. Ez vezethet problémákhoz és inkompatibilitásokhoz. Szóval, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk, hogyha van egy Linuxom, hogyha fut rajta valami GPL-es kód, akkor nyugodtan lehet mellette valami olyan kód, ami nem interfészelődik egyáltalán vele, akkor az lehet teljesen zárt kód. Tehát, hogyha a saját kódod semmivel nem linkelődik, ami GPL-es, akkor az simán tud működni. De általában azért ez kivétel szokott lenni. Egyébként a Szabad Szoftver Alapítvány több mint 40 különböző ilyen licenzt fogad el, vagy ismer el. Ezek közül van néhány érdekes, amit most kihangsúlyoznék. Az egyik az MPL, az a Mozilla Public License, ez, amiről eddig nem volt szó. Ugye a licenz az vonatkozhat az egész projektre, de vannak olyan licenzek, mint az MPL is, ahol fájlonként külön licenzelhetsz. Tehát itt nem is linkelésről beszélünk, hanem tehát itt nem is a linkelés a lényeg, hanem itt tényleg meg lehet azt csinálni, hogy itt van egy ilyen licenzű, meg egy olyan licenzű fájl egymás mellett, hogyha ezt az MPL megengedi, és a másik licenz is, akkor azt simán megcsinálhatod, hogy a kódnak az egyik része az MPL-es, ami egy szabad szoftveres licenz, és a kódnak bizonyos fájljai, de az külön fájlba kell, hogy legyen, az viszont zárt licenzű legyen, és akkor azt nem adott tovább például. Ezt nagyon szokták szeretni az iparban egyébként. A másik ilyen licenz, ez az Affero General Public License, ez a mondjuk így a 2000-es évekkel jött az igény erre, ugyanis sokszor az interneten olyan szoftvereket írunk, amik aztán egy webserveren fut, és onnan szolgál ki szolgáltatást, vagy felhasználókat. Ilyenkor a felhasználó nem kapja meg a szoftvert, és ez egy úgymond egy lyuk, egy gumi, egy kis lyuk, egy jogi kis kapu, hogy az ember megírja a szoftvert, kirakja a webszerverre, vagyis fogja a szabad szoftvert, átírja, felrakja a webszerverre, és nem adja tovább a módosításait, mert hogy a felhasználók nem kapják meg, és a licenz ezt meg is engedi. És az Affero General Public License megváltoztatta ezt, és azt a feltételt tette, hogy a felhasználóknak is elérhetővé kell tenni, tehát aki nem közvetlenül futtatja a kódot, hanem annak is elérhetőnek kell lenni a kódnak, aki csak mondjuk egy webszolgáltatást használ föl. Ezzel ezt a kiskaput be lehetett zárni, és én azt javaslom egyébként, hogy ilyen webes szolgáltatásoknál az Affero GPL az egy nagyon jó, én mindig azt használom egyébként az összes ilyen webes cuccomra. Van egy másik ilyen licenz, ami azért érdekes, ez az Apache licenz. Sajnos ennek van egy ilyen szabadalmi feltétele, hogy pontosan most ezt nem tudom idézni, de a szabadalmakkal kapcsolatos olyan feltétel korlátot szab, ami inkompatibilissá tette az eredeti kettes verziójú GPL-lel, később a G3-assal ezt már módosították. A public domain-t is ide sorolják, hát ez akkor van, amikor a szerzőjog elavul, vagy kimerül. Hát nyilván ez még mind túl fiatalunk vagyunk ehhez. És hát a Creative Commons-nak is vannak olyan módosítások vagy változatai, ami szabad szoftver licenznek is elfér, de vannak olyanok, amik nem. Tehát, hogyha megnézzük a Creative Commons-t, ugye ezt adatokra, illetve akár szövegekre, nem általában nem szoftverre szoktuk alkalmazni,
Annak vannak ilyen kitételei, ugye az attribúciós kitétel, ez a BY, ez hasonló, mint a BSD licenszben is szereplő ilyen kitétel, és a GPL licenszben is szerepel ilyen kitétel. Az SA, ez a share alike, ez gyakorlatilag a copyleftet jelenti, tehát a share alike az azt jelenti, hogy ezt a szöveget, vagy ezt a munkát ugyanez a licenzzel kell továbbadnod, tehát ez a teszi copylefté, de van két olyan kitétele, ez a non-commercial, tehát hogy kereskedelmi célokra nem használható. Ez egy olyan kitétel, ami már nem kompatibilis a szabad licenzekkel. Itt van a másik, a non-derivatives, tehát hogy megkaphatod a munkát, de nem módosíthatod. És ez is egy olyan korlátozás, amivel már ez nem lesz szabad szoftver. Tehát a Creative Commons licenzeknek nem minden ága az, ami szabad szoftverrel kompatibilis, sajnos. És akkor a GPLv3, ez így a 2000-es évek közepén volt egy ilyen nagy újítási hullám, ami egyébként rendkívül izgalmas volt, mert nagyon sokat beszélgettünk, és jól körbejártuk ezt a témát anno. Az egyik pontja az volt, hogy a GPL-t azt kiterjeszték tehát hogy más jogrendszerekben is megállja a helyét, mert eredetileg ugye az amerikai jogrendszerrel lett ez tervezve, és megpróbálták ezt úgy megfogalmazni és úgy megalkotni, hogy ez más jogrendszerekben is megállja a helyét. A másik, hogy ugye említettem, hogy például az Apache licenzzel nem volt kompatibilis a GPL, itt külön kitételt tettek, hogy például az Apache-sal lehet együttműködni, vagyis tehát azt össze lehet linkelni. Volt egy olyan veszély, ez a tivoizáció, ahol a Tivo építette ilyen, hogy hívják ezt, videó, házi mozi device-t, és az Linux alapú volt, és még a szoftvert is meg lehetett hozzá kapni, de volt hozzá néhány kriptókulcs, amit nem kaptál meg, és emiatt az egész szoftver nem működött neked. Tehát, hogy nem tudtad működésre bírni, annak ellenére, hogy a szoftver rendelkezésre állt. A szoftver szabadalmakkal kapcsolatban voltak annó nagyobb aggályok, és ebből kapcsolatban is bekerültek további olyan, mondjuk úgy szankciók, hogy az, aki visszaél a szabadalmából, az elveszíti a jogát, és ez a szabadalmi atombomba, az elveszíti a jogát az összes szabad szoftver, GPL-es szoftver használatára. Tehát, hogyha van egy olyan, mondjuk képzeljük el a Sony-t, aki feltételezzük, hogy elég sok szabad szoftvert használ, mert mondjuk az Apache-től kezdve a nem tudom, Samba-ig, Linux-ig, meg mindenféle egyéb cuccot használ a Sony, és mondjuk beperelne egy valamilyen szabad szoftveres projektet szabadalmi licenc sértés miatt, abban a pillanatban ez a licenc, a GPLv3-mal védett szoftverek visszavonják a felhasználási jogait a Sony-tól. És hát ez egy elég kemény atombomba. A másik, ugye itt a distribution-t átírták conveying-re, ami szintén ez, amit említettem a webes szolgáltatásoknál, amikor nem kapod meg a binárist, és vannak még más különböző ilyen kis kapuk, amikkel ezt meg lehet kerülni, úgyhogy ezt így átfogalmazták, hogy ilyen sokkal gumibb szóval fogalmazták meg ez a conveying. Hát igen, a license termination, ez a patent defense, és a choosing a license, ezt nem tudom miért írtam ide. Ja, ahogy említettem, az összes ilyen licenz eredetileg ugye az amerikai jogrendből származik, bár van EUPL, ezt az európai intézmények szülték, és kicsit franciásra sikeredett, nem túl népszerű, de az európai intézmények, tehát az Európai Uniós intézményeknél szokás időnként használni, tehát több olyan szoftverrel találkoztam, ami EUPL-es. Ezeknek a licenzeknek ugye meg kell állniuk a helyüket a bíróságokon, és az elmúlt években erre több példa is volt. Az amerikai bíróságok előtt rendszeresen megáll, de Franciaországban és Németországban is úgy tűnik, hogy a licenz által leírt dolgok azok betarthatatóak, és a bíróságok be is tartatják egyébként. Egyébként, hogyha akartok ilyet nézni, akkor van a gplviolations.org például, az egy ilyen német szervezet, akik rendszeresen, hogyha találnak mondjuk egy házi mozi rendszert, vagy ilyesmi, ami Linux alapú, akkor, és nem kapják meg hozzá a forráskódot, akkor szabad szoftveres licenzre hivatkozva ezt általában meg szokták nyerni pereskedést, és megkapják. Ez azért
könnyű nekik, mert a GPL Violations org-nak az egyik hát tagja, az a Linux kernelben található Firewall-nak a fejlesztője, és innentől kezdve óriási a valószínűsége, hogy mindenki használja az ő kódját, és innentől kezdve ő aztán teljesen jogosult érvényt kérni a jogainak, a szerzői jogainak. GPLviolations.org tudom ajánlani. Hardware-es licencekre kitérnek egy szlájd erejéig, de utána visszatérünk még más témákhoz. Hardware-es licenzeknél említettem, Magyarországon van egy ilyen hasznosítási mintaoltalom, ez ilyen hungarikum, ebben szerintem kevésbé, viszont van egy ilyen Open Hardware License, ami, és az OpenSpark License, ami egyébként két izgalmas kísérlet erre. Egyébként nem nagyon létezik speciális a hardware hegesztett licenc, és általában azt szokták csinálni, hogy ha hardware tervezel, akkor az micsoda, az egy séma, az egy nyákterv, vagy ilyesmi, azt szerzőjoggal véded. És akkor Creative Commons-t akár az ember, vagy GPL-t, vagy valami ilyesmit. Egyébként meg ugye, hogyha meg VHDL-be gondolkozunk, vagy ilyesmi, az is szinte kód. Tehát, hogyha hardware-ben gondolkozunk, az szint mint kód valamilyen szinten. Egyébként vannak, itt már jönnek ilyen példák, és akkor szerintem lassan átterjük a business modellekre. Az Arduino és az Adafruit például két olyan cég, aki szabad hardverekkel elég nagy profitot tud generálni, azt hiszem. Tehát, hogy jó példa arra, hogy ebből, tehát, hogy nem kell ezt agyonvédeni. Ja, ezt azt hiszem most átugranám, hogyan választunk licencet, hogy nem ugrom át. A licenc választásnál igazából számomra általában az a legnagyobb kérdés, hogy mi a célja a szoftvernek. Ezt a szoftvert azonnal el akarom terjeszteni, hogy mindenhova bekerüljön, és minden platformon, minden gyártónál, a Sony-tól kezdve a szívemhez közelebb álló OpenBSD-hez mindenki felhasználja ezt a szoftvert, és nem érdekel, hogy a Microsoft, a Sony, az Apple és a többiek ezt bezárják és áthegesztik olyanra, hogy én nem is ismerem fel újra és szégyenkezem is miatta. Vagy az a fontos, hogy ez a szoftver ez mindig is nyitott maradjon, mert mondjuk nem egy olyan fontos infrastruktúrális elem, amit tényleg mindenhova el kell terjeszteni, hogy még a szoftvernek a jogai nem számítanak. És igazából ez a nagy kérdés. Tehát mondjuk egy TCP IP stack, én azt gondolom, hogyha az fasza, akkor azt használják fel minél többen, és az egy olyan alapvető infrastruktúrális elem, ami egy permissive licenzt igényel. De nagyon nagyon kevés olyan cucc van ezen kívül, amit én copyleft-tel licenzelnék, vagyis amit nem copyleft-tel licenzelnék, mert minden másnak. Én azt gondolom, hogy a szoftver szabadsága az sokkal többet számít, mint néhány cégnek a profitja, aki nem is hozzám köthető. Nyilván ez aztán sok picsogást is, vagyis ellenérzést vált ki azokból, akik ezt fel akarják használni, de nem akarják visszaadni a kódodat, és akkor jönnek és GitHubon kommenteznek, hogy miért nem BSD licenc, mert nem mindegy, szóval ez így szomorú sajnos. A másik kérdés meg az, hogy afferó vagy nem afferó a licenc, hogyha ez valami ezért webes szolgáltatás, akkor afferó, ha nem webes szolgáltatás, hanem bináris, akkor elég a GPL, de hát ez, ja, kb. Hogyha valami library, akkor esetleg LGPL, hogy tudják linkelni a dolgot. Tehát ilyen speciálisabb library, tehát ami niche jellegű. Igen, ez a Protection of Openness, hogy mennyire akarod megvédeni, mit akarsz megvédeni, meg akarod védeni a szoftvert, vagy meg akarod védeni a felhasználókat maguktól. A másik szempont, amire oda kell figyelni, hogyha más szoftvereket, más library-ket használsz fel a munkádba, akkor itt lehetnek inkompatibilitások, és ezek lehet, hogy kikényszerítik, hogy mégsem copyleftes licenzet használj bizonyos esetekben.
Ugye, hogyha csak simán egymás mellett vannak a komponensek, nincsenek linkelések, meg ilyesmi, akkor ezek simán elférnek egymás mellett, és bármilyen licenc elfér. Akkor van gáz, hogyha ezeket összelinkeled, vagy valahogy származtatod ezeket a munkákat, akkor oda kell figyelni, például ugye a GPL-es kódot nem lehet más olyan licenzelt kóddal keverni, ami szintén megkövetel valamilyen licencnek a megtartását. Ilyen például a ZFS, ami a Sun-nak a saját házi licenzét használja, ez a CDDBL. CDDL. Ez a licenz, ez azt mondja, hogy ezt a kódot csak ebben a licenzzel adhatod tovább CDDL licenzzel. Nyilván ez konfliktusba kerül a GPL-es kóddal, ami azt mondja, ezt a kódot csak GPL-es kóddal vagy licenzzel adhatod tovább. Ha ezt a kettőt összemixeled, akkor ebből egy ilyen jogi támadási felületet keletkezik számodra. Hogyha az Oracle, mondjuk az EFS ugye tulajdonosa most az Oracle-nek mondjuk konkurenciája lesz egy hirtelen, akkor lehet, hogy előveszik ezt a bunkós botot, és ebben döngölnek a földbe. Ez egy nagyon szomorú dolog, mert az EFS fasz a dolog egyébként. Bár nem Linuxon. BSD és MIT licenzekkel viszont könnyedén lehet mixelni a GPL-es kódot. Ez azért van, mert a permissive licenzek ugye nem írják elő, hogy későbbiekben milyen licenzel kell ezt továbbadni, úgyhogy ezt lehet. És ezt sem szokták nagyon érteni általában a fiatalabb internetezők, hogy egy BSD, tehát múltkor volt egy ilyen vita, hogy egy srác csinál egy MIT licenzes rendszert, és óriási probléma neki, hogy az egyik szoftver az csak BSD licenzel van ott. Mondom, hát itt semmi probléma, hát fogod, berakod, és azt mondod, hogy ez is mit licenz mostantól, hát ezt megengedi a licenz, és ez ilyen úgy tűnik, hogy ez nem teljesen megértett a világban, pedig a BSD és az MIT is licenzet úgy licenzelett tovább, vagy akarod. Amire oda kell figyelni, hogy magának a licenz szövegének továbbra is ott kell lenni a disztribúcióban. Egyébként erre van egy kiváló példa, a Mercedes-Benz újabb gépjárművei ugye tele vannak informatikával, és az informatikának egy olyan nagy része GNU GPL licenzű, hogy amikor megveszed a Mercedes-edet, kapsz hozzá egy ilyen vastag könyvet, amiben ki vannak nyomtatva a szabad szoftveres licenzek. Ez egy ilyen érdekes what the fuck. Igen, ezt az Apache-t már említettem. Hogyha ilyen ennél bonyolultabb keveréseket készülsz csinálni licenzekkel, akkor érdemes egy jogászt kérdezni, de hát igazából ki lehet olvasni, hogyha valamit lehet keverni, vagy nem. Attól függ, hogy copyleftes-e, vagy permissive. És akkor ilyen üzleti dolgokra térnék át, hogy ez miért fasza ez az egész szabad szoftver SD. Egyrészt el lehet kerülni a vendor lock-int. Ugye avval, hogy a gyártónak van egyedül hozzáférés a szoftverhez, egyedül ő van lehetősége új feature-öket belefejleszteni, egyedül neki van, illetve hát gazdaságos értelemben véve nyilván mindent meg lehet csinálni, csak lehet, hogy nem éri meg. Akár hibajavításokat végezni, stb. Ez egy nagyon fontos dolog ez a vendor lock-in, és az, hogy a szoftverhez nem tud hozzáférni az ügyfél. Egyrészt biztonsági szempontból, mert mondjuk, hogyha a gyártó maga nem javítja ki a hibát, akkor az ügyfél nem fogja tudni kijavítani a hibát. Hogyha hozzáférhető a szoftver, akkor az ügyfél, hogyha van elég pénz, akkor felfogad valakit, aki kijavítja neki a hibát, hogyha az eredeti gyártó nem akarja kijavítani a hibát. Ez egy jelentős különbség a két szoftverfejlesztési modell között, ami szerintem felelősségre kérdéseket is vet föl, tehát hogy teljesen más felelősségre kell vonni, hogyha egy biztonsági lyuk van egy zárt szoftverben, mint egy nyílt szoftverben. Mert az egyiknél megvan a lehetőség, hogy bárki kijavítsa, a másiknál meg nincs. A másik dolog, ami nagyon fontos az üzleti szempontból, ez a Total Cost of Ownership nevű fogalom, ez azt próbálja takarni, amikor megveszel valamilyen szoftveres rendszert, akkor ez nem csak az egy licenc költség, amikor bemész a szoftverboltba és megveszed a Z10-dek a Windows szeletelve, hanem vannak utána mindenféle egyéb költségek, ugye vannak oktatási költségek, valamilyen admint kell fenntartani, mennyibe kerül az admin, mennyibe kerülnek az oktatási költségek. Lehet, hogy rendszeresen jönnek ki update-ek, lehet, hogy ezekkel fizetni kell, nem kell fizetni, valamilyen egyéb költségek merülnek föl. És hát az utolsó költség, amikor mondjuk előfordul ilyen elég gyakran a mai világban, hogy egy cég megszűnik,
akár jogutód nélkül is, és hirtelen ott ülsz egy olyan szoftveren, amit senki nem szapportál már. Ilyen nekünk volt a korábbi életemben, az iparban. A cég, akinek dolgoztam, az megvette egy szoftvert, vagyis licenzelt egy szoftvert egy olyan cégtől, aki nem sokára rá megvett a Sun, és a Sun meg teljesen megszüntette a teljes szoftverfejlesztési üzletágát ennek a cégnek, és nem maradt senki a Sunnál, aki ezt a szoftvert bármilyen szinten tudta volna kezelni, fejleszteni, hibát javítani, vagy bármilyen kérdésre válaszolni. Ott volt még egy cég, de már nem tudott vele mit kezdeni, és így ezek a költségek, ezek az, hogy váltsa egy másik megoldásra, azok azért elég drágák, főleg, hogyha benne vagy egy projektbe 5 éve, és már ezért beleköltöttél egy csomó pénzt, és hirtelen megszűnik alattad az infrastruktúra fele. Tehát így ezeket így érdemes figyelembe venni, hogy mennyi a váltás költsége a egyik megoldásra a másikra. Nyilván itt a nyílt szabványok azok egy jó megoldás ennek a ellensúlyozására, amikor bármilyen más piacon megtalálható terméket tudod helyettesíteni az aktuális terméket, mert ugyanazt a szabványt beszélik. Digital Rights Management, ugye ez is, nem tudom, ezt hogy írtam ide. Ja, hát a szerzőjognál szokták ezt bevezetni, ezt a, vagy használni, hogy másolásvédelem és mindenféle ilyen buta algoritmussal védik a szoftvert például, vagy a zenét, vagy a videót. Hát ez se egy szép dolog, mert a licenc mellett technikai úton is megpróbálja megakadályozni az értékeknek a felhasználását. A nyílt szabványokról már megemlékeztem. Azt hiszem már több alkalommal megemlítettem egyrészt a nemzetközi és az európai jogi rendszereknek a szétszabdaltságát, és hát a hálózati effektusok azok is rendkívül fontosak a szerzőjognál és az összes ilyen szellemi értéknél, amivel itt dolgozunk. Ugye azzal, hogy valamit nyilvánosságra hozunk, és mások is meg tudják piszkálni, mások is tudnak értéket teremteni ebből, és mivel, hogyha azt mondjuk egy copyleftes licenzzel csináljuk, akkor az a teremtett érték is szabad marad, és így a copyleftes licenzek igazából egy olyan rendszert alkotnak, amiben az érték csak teremtődni tud, de nagyon eltűnni nem tud belőle. És a hálózati effektusok, tehát hogyha nem csak ilyen kis közösségbe gondolkozunk, hanem akár nemzetközi, internetes, globális szinten, akkor azért akármilyen hülyeséget csinál az ember, valahol valaki fogékony lesz rá, és örülni fog neki, és lehet, hogy még lesz rá kapacitása, hogy tovább is fejlesz, és ez egy fantasztikus dolog. És akkor az üzleti modellek, hát így hoztam 4 ilyen nagyobb klasszikust, az egyik ugye a support seller, ahol maga a szoftver igazából nem kerül pénzbe, bár mondjuk a Red Hatnál az is valamilyen licenc költségbe kerül, de igazából ők a supportért kérnek pénzt, tehát amikor licenzelsz tőlük, akkor te azért licenzelsz, hogy a hotline-t fel tud hívni, és valaki rá tud mutatni, hogy ők a hibásak. A Netscape-et, mint loss leader, ugye ők mindenféle egyéb terméket árusítottak annó még, amikor létezett, de a Netscape navigátor az egy ingyenesen elérhető termék volt. A widget frosting az egy olyan business model, olyan hardware gyártasz, és semmi között nincsen a szoftver, az ilyen például az, mondjuk az ARM meg nem is gyárt, hanem csak licenzel maga is processzorokat, de például maga az ARM cég, miközben tervezi a processzorait, alkalmaz szabad szoftveres fejlesztőket, akik header-fájlokat, libcéket és mindenféle egyéb szoftvereket fejlesztenek, hogy amikor majd megjelenik a legújabb CPU-juk, akkor már lehessen rá kódot írni, és ez a kód általában szabad szoftver, vagyis hát maguk a libek és a header-fájlok és minden, ezek ilyen szabad szoftveresek. Korábban a mai nap során már az előadás előtt szóba került az O'Reilly cég. Hát az O'Reilly cég is valamilyen szempontból szabad szoftverekkel foglalkozik. Hát konferenciákból és könyv és egyéb ilyen dolgok, merchandising árusításából tartják fönt magukat igazából. De vannak itt egy csomó egyéb business model, üzleti modell. Tehát a szoftver a szabad, de elfogadunk adományokat, vagy támogatásokat, ilyen például az Apache vagy az Eclipse alapítvány.
A szoftver szabad, de reklámokat adunk el, ilyen a Mozilla, ugye, vagy akár a Google. A szoftver szabad, de hogyha valamilyen zárt rendszerbe rakod bele, akkor fizetsz nekünk pénzt. Ilyen volt a Trolltech, aki a Qt-t írta annó, de ugyan vannak más ilyenek, ugye fel vannak sorolva, már lehet, hogy ezeket fel kéne frissíteni. Mert a Funambul az még ma is érvényes, azt biztos vagyok benne. A szolgáltatásaink nem szabadok, vagy a maintenance, monitoring és a új verzióknak a szállítása, az kerül pénzbe. SQLite. Ó, SQLite, kiváló. SQLite. Az Enterprise feature-ök kerülnek pénzbe, tehát ilyen családi vagy ilyen kis közösségi felhasználásra teljesen jó egy-egy adott szoftver, de hogyha már ilyen nagyobb környezetben akarod használni, vagy ilyesmi, akkor kellenek hozzá egyéb szolgáltatások. Gondolom ilyen csoportmenedzsment, meg egyéb ilyesmire kell ilyenkor általában gondolni. Ezek kerülnek pénzbe. Vagy egyébként is teljesen zárt szoftvert lehet köré gyártani, vagy a hardvert, ugye az a Sun, vagy az Asterisk, akik hardvert árusítanak, de a szoftver az, ugye az Asterisk az egy kiváló telkos szoftver. Ugye az IBM egy kiváló példa, aki mondjuk a Linuxba is befejleszt, tehát mondhatni, hogy az IBM egy szabad szoftverfejlesztő cég, de emellett mindenféle egyéb hülyeséget is gyárt, és mindenféle zárt cuccot is. Vannak olyanok, akik csak simán szabad szoftvert írnak, de valami teljesen más üzleti modelljük van. Ugye itt vannak olyanok, akik megbánják, mint a Borland. Vannak olyanok, akik azért tesznek valamit szabad szoftverre, már nem bírják látni, vagy már a End of Life, vagy ugye ilyenek a Doom, vagy a nem is tudom mik voltak a Quake engine-ek, amik nagyon sokáig zártak voltak, de a végén felülünk. Dupla licenszelésűek, most már a DSM érvényes a Doom-on saját licenszelés. GPL és a saját licenszelésűek. A sarokból azt lehet hallani, hogy a Doom az dual, tehát kettős licenzelésű, van egy saját licenze, ez a Doom license és a GPL license mellette. De hát ez egy klasszikus példa erre, azt hiszem. Ugye a Google egy kiváló példa, meg a Yahoo is a cuccaival arra, hogy ők a webes szolgáltatásokat akarnak tolni. Azt hiszem egy részben egy kicsit magam is példája vagyok annak az adatbázisaimmal, hogy az adat az, ami érték, és nem a szoftver maga. Tehát, hogy szoftvert bárki tud írni, ilyen-olyan minőségben, de az igazi érték az olyan adatok, amiket lehet, hogy már nem is tudsz megszerezni. Tehát például az én esetemben nekem vannak olyan történelmi adataim az adatbázisomban, amit már nem lehet megszerezni, mert azt akkor aznap kellett ott letölteni, és nem másnap, vagy 2 és 3 és 4 évvel később. Tehát itt maga az adat az érték, és a szoftver az pedig szabad. Ja, és akkor ebből a végére is értem, és akkor itt maga az előadás is egy licenzzel jön, ez egy Creative Commons-os licenz, és Magyarországra ezt honosították anno a Műegyetemen a mokkosok, és ez ennek a 2,5. verziója. Köszönöm szépen, és kívánom a jó kérdéseket. Jó. Ja, igen, hogy van arra valamilyen definíció, hogy mit tekinthető ténynek, amit nem lehet levédeni. Tehát gondolom kutatási eredmények igen, de az is milyen határon belül, mert mondok egy konkrét példát. Mondjuk a második világháború idején, mint az atomfegyvereknél, a kutatási eredményeket kétlem, hogy... Ez egy külön kategória. Oké, akkor megismétlem a kérdést. Tehát az volt a kérdés, hogy van-e valami definíció arra, hogy mit lehet, vagy mit nem lehet levédetni. Igen, van. Általában minden törvényben vannak ilyen kivételek. Ez például az European Patent Convention-nek a 52-es cikkelyet újra megmutatom neked. Az egy példa az európai... Itt, ő az. Tehát ez például az európai szabadalmak esetén azok a kivételek, amiket nem lehet elvileg leszabadalmaztatni, de itt is látjuk a Programs for Computers is ott van, mégis később láttuk, hogy mégis le van védve. Hát itt az a feloldása ennek a konfliktusnak az, hogy ugyan le van védve, de nincs betartatva ennek a védelme.
Egyébként az, hogy mi az, amit nem lehet levédetni, azt mondom, általában a törvények vagy az egyezmények ezt szabályozzák. Az, hogy ezt aztán ennek az értelmezése, ezt már egy jogászra bíznám, mert tuti, hogy mindenre van valami kiskapu, mint ahogy eddig is, tehát az előadás során is azt hiszem próbáltam sejtetni, hogy mindenre van. Tényeket, informát, tehát a brit bíróság például valahogy úgy fogalmazott, hogy információ nem lehet magántulajdon. Ez egy ilyen, tehát információ elég széles, de elég szerintem azért az informatikai értelembe vett információ, vagy információ elméleti értelembe vett információ, azért az egy elég szép definíció tud lenni, amit elég mindenre, elég sok mindenre rá lehet húzni. Amit sajnálatos, számomra a szoftver szabadalmak mellett a legsajnálatosabb dolog, amit le lehet védeni, azok a gyógyszerek. Tehát azt én elismerem, hogy a gyógyszerkutatásnak rendkívül sok pénz és költsége van, tehát hogy ezt valahogy vissza kell juttatni a kutatóknak, ezt én aláírom, de az, hogy az embereknek az egészségéből profitáljunk, azt én, tehát, hogy emberek azért halnak meg, mert valakinek le van védetve a gyógyszere, és erre volt példa, vagy például az akta során volt arra példa, hogy a Indiából, Dél-Afrikába, vagy Dél-Amerikába ment egy gyógyszer küldemény, aminek a szabadalmai már lejártak, ezt úgy hívjuk ugye, hogy generikusok. És ez a szállítmány mind a küldő országban generikusnak számított, tehát teljesen legálisan volt előállítva. Ezek közül a szállítmányok közül azt hiszem 5 vagy 6, amikor ezek megálltak Hollandiába tankolni, vagy ilyesmi, akkor viszont európai felségterületen voltak, ahol ezek még nem voltak generikusak, és lefoglalásra kerültek, mint hamisított gyógyszer. És ez viszont szerintem, tehát itt határozottan emberek élete múlott ezen, és ezt én nem tudom jóvá. Tehát ez sajnos hiányzik ezek közül, a korlátok közül. Egyébként pedig meg kell nézni, tehát hogyha a szabadalomra beszélünk, nyilván a szabadalmi, hogyha hát szoftver esetében nagyjából tudjuk, hogy mi, tehát igazából a szoftvernél, tehát nem tudom, hogy milyen egyéb dolognak a védelmét akarod kizárni, vagy nem tudom. Ez csak úgy általánosságban jutott eszembe, de amivel konkrétan találkoztam, az például a Waze nevű navigációs szoftver. Ennek elolvastam nem nagyon részletesen, de azért elolvastam a felhasználás feltételeit, és a forgalmi adatokat azt nem lehet újra felhasználni másik szoftverre, ami viszont szerintem... Mi az a forgalmi adat? Hát, hogy, ez úgy működik, nem tudom mennyire, hogy vele tisztában, de hogy a felhasználók, ahogy használják ezt a navigációs szoftvert, folyamatosan küldik vissza a szervernek a saját pozíciójukat, és ebből kiszámolja a szoftver, hogy mennyire terheltek az utak, meg hogy az átlagsebesség, stb. És a következő usernek, aki szintén azon az úton haladna, mert lehet, hogy egy alternatív útonat javasol, mert az az út már túlterhelt. És a felhasználás feltételei azok kizárják, hogy ezt valaki más, hogyha jól értem, azt mondta, hogy kizárják, hogy ezt valaki más felhasználja ezt a, hát igazából szerintem az tekintető mérési eredménynek, nem? Úgyhogy itt nem tudom, hogy ezt jogosan védik le, vagy nem. Tehát a kérdést megismételném, az valahogy úgy hangzott, hogy van egy valamilyen szoftver, amivel az emberek visszajeleznek egy központi szolgáltatónak, hogy merre járnak, és az abból ki tudja következtetni, hogy hol vannak dugók, és más felhasználóknak ebből új útvonalat tud javasolni, valami ilyesmi. És a kérdés itt arra vonatkozik, hogy azok az információk, amit az egyes felhasználók küldenek a központi szerver felé, azokat nem lehet újra hasznosítani a felhasználók. Ők nem hasznosíthatják újra ezeket az adatokat. Hát igazából az, hogy mit tudom én írjak egy olyan programot, ami ezt az adatot felhasználja, mert mondjuk, nem tudom, futtatom egy telefonról, ami folyamatosan leszedi az információkat, és én írok egy másik navigációs szoftvert, de az ő... Ez inkább ilyen polgárjogi szerződéses click licencnek tekintem, ami nem biztos, hogy megállja a helyét. Tehát itt az
De hát ezt jogászol, de egyébként ez rendkívül izgalmas, erre biztos, hogy ez egy érdekes kérdés. Én erre nem vagyok elég jogász, hogy azt megválaszoljam neked. Én azt gondolom, hogy ez nem sem szerzői jogi védelmet nem élvez, sem biztosan nem szabadalmit. Ez ilyen polgári jogi megegyezés, tehát ilyen EULA jellegű megállapodás keretén belül létezhet egy ilyen. Az egy másik kérdés, hogy ez Európában mennyire állja meg jogilag.